Milyen játékot főztem ki ma nektek? A Skycho kártyajátékot! A játék úgy indul, hogy megkeverjük az összes kártyát, és mindenkinek kiosztunk 12 lapot, melyet kiterítenek a játékosok maguk elé 4 sorban és 3 oszlopban. A maradék lapokat középre halmozzuk, lefelé fordítva, ez lesz a húzópakli. A pakli tetejéről egy lapot felfelé fordítva az asztalra teszünk, ez lesz a dobópakli. Minden játékos felfordít 2 lapot az előtte lévő 12 lap közül. Akinek a felfordított lapokon szereplő értékek összege alapján a legtöbb pontja van, ő lesz a kezdőjátékos. A játékosok célja, hogy minél alacsonyabb legyen az összegyűjtött pontjuk. Ennek megfelelően kell mindig a soron lévő játékosnak eldöntenie, hogy a húzópakli vagy a dobópakli legfelső lapját választja el. Ha valaki húzott egy kártyát, akkor kicserélheti vele a 12 lapjának egyikét, vagy el is dobhatja a dobópaklira, ha túl nagy a lap, mivel kisértékű lapokat igyekszünk gyűjteni. Húzáskor a dobópakli legfelső lapját is lehet választani. Könnyebb dönteni a felfordított lapok esetében, ám érdemes kockáztatni a lefelé fordított lapokkal is, hogy izgalmasabb legyen a játék. A húzópakliról húzott lapot nem muszáj megtartani, viszont a játékos lapjai közül ilyenkor fel kell fordítani egyet. Mindig tovább megy a kör az óramutató járásának megfelelően a következő játékosra, és ő is hasonlóan dönthet. Lapot húz és cserél, vagy eldobja. Játék közben értékes kártyákat lehet könnyen megszerezni, amikor az előttünk lévő játékos kényszerből eldob egy jó lapot. Addig jönnek egymás után a körök, amíg valaki a 12 lapját fel nem fordította. Ekkor még mindenki egyszer sorra kerül. Utána minden játékos felfordítja az összes lapját, és összeszámolja a rajta levő pontokat. Lehet nehezíteni a játékot azzal, hogyha egy sorban vagy oszlopban egymás mellett vagy alatt 3 egyforma érték szerepel, akkor azokat a lapokat el kell dobnunk az előttünk szereplő 12 kártya közül. És nem fognak beleszámítani a játék végi pont összesítésbe. Ha nem annak a játékosnak van a legkevesebb pontja, aki először fordította fel a 12 lapját, akkor büntetésből meg kell duplázni ennek a játékosnak a pontszámát. Mindenki pontszámát felírjuk a táblázatba. Új kört indítunk, hasonlóan az eddigiekhez, azaz újra keverjük és osztjuk a kártyákat, és folyamatosan felírjuk az eredményeket. Amikor valaki eléri a 100 pontot, akkor véget ér a játék, és összesítjük a pontszámokat. Az nyert, akinek a legkevesebb pontja van.